Csak ritkán tapasztalható olyan összefogás, mely a komáromi beteg kisfiú gyógyulására indult útjára az elmúlt hetekben. Petike egy ritka autoimmun betegségben szenved, szeptember óta egy budapesti kórházban ápolják. Édesanyja a nap 24 órájában mellette van, a kórházi ágy köteléke miatt a család jövedelem nélkül maradt. Ezen igyekezett segíteni a kistáltos óvoda adománygyűjtő akciójával. Az együttérzés azonban megmozgatta az egész várost. Február 12-én vasárnap, Petike születésnapja előtt két nappal helyi civilek adtak jótékonysági műsort az Arany 17 rendezvényközpontban. A rendezvényre nagyon sokan ellátogattak, még az óvoda társak is, ők egy papírra rajzolt szívvel üzentek a kisbeteg barátnak. A mai nap azért gyűltünk mi össze, hogy segítsük Petike családját ezzel a nemes gesztussal, és szeretném mindazoknak megköszönni, akik segítettek nekünk, hogy ez a műsor létrejöjjön. A jótékonysági délután Buvár Lívia, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Gyökér Gabriella zongora művész kíséretével adott műsort. A művészek előadását követően helyi civilek léptek fel, köztük a Magyarok Dalszínház, a Mindjá és a Zsebsün Együttes, az Egressy Béni Zeneiskola, az Iszter Gitár Egyesület, Kósa Nelli, a László testvérek és a Déli Báb Színház versmondói. Harcsa szájú picike jószág, butácska, édes gyerek tovább. Tétova együttünk déli neszel, most ipek által egy furcsa szobán. Ébredt szívem játékos kedve, elborít hófehér virágeső. Mert az élet az úr, lelkünk szárnyaló. Homokos köves aszfaltos út, vezest okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Voltam én is jó fiú, Istenem, de régen. Csigabigát én is hívtam künn a régi réten. Verset mondtam én is ám, Gilice madárra. Magyar gyerek gyógyította, török gyerek vágta. Jártam én is az erdőben, csillagot keresve. Aranykapun én is bújtam, és aludtam este. A király nem leszek, nem leszek, akkor inkább elmegyek, soha vissza nem jövök, nem jövök már. A király nem leszek, nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek, soha vissza.
ha nem jövök, nem jövök már. Ez a szem, az a száj, az az orr, az az áll, az a szó, ebből áll. És ide néz, ez a kéz és ez a vár, ami csak egy érintése vár. Ami szép, az egyben jó, ami kép az egyben szó, mégis mondd, mit érez a szívét vett, mondd, mi ez, mit a csend, mi a csend, hol van erre szó. Petike édesanyja az ápolás köteléke miatt nem tudott jelen lenni. Üzenetét, melyben köszönetét fejezi ki minden fellépőnek és támogató barátnak, a helyszínen meghallgathatta a közönség. Az adakozást útjára indító kistátos óvoda vezetője meghatódottan mesélt a kezdeményezésről. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki adakozott a család javára. Ez onnan kezdődött, hogy augusztus óta hirtelen lebetegedett a Petike, és azóta nem tudott közénk jönni, és a nagymamával folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és amikor már hallottuk, hogy hosszabb kórházi kezelésre kerül sor, akkor határoztuk el, hogy gyűjtést szervezünk. Három helyen volt gyűjtődoboz kihelyezve. Nálunk volt mind a két csoportnál, a Gesztenyés óvodába és a Csillag óvodába. Most utolsó gyors kérdésem, hogy mit szólnak az óvodatársak, hiányzik-e nekik a kisfiú? Nagyon hiányzik a Petike mindannyiunknak. El kell, hogy mondjam, hogy fájó szívvel hallgatom mindig a híreket, amiket a nagymama mond, hiszen az anyukát nem tudjuk elérni, hiszen állandóan Pesten van, és gondozza Petikét, és a gyerekeknek is nagyon hiányzik, és kérdezik, hogy mikor jön meg a Petike, mikor tudnak vele játszani. Várják vissza a csoportot. Várjuk, mindannyian várjuk vissza, és tényleg nagyon bízunk benne, hogy Petike meggyógyul minél előbb, mert nagyon szeretnénk vele már játszani. Petike nagymamája könnyeivel küzdve vette át a jótékonysági rendezvényen összegyűlt pénzadományt. A kisfiú állapotáról egy családtagot faggattunk. Sajnos jelenleg még nem tudok jó hírekkel szolgálni, még nincsen változás az állapotában, de bízunk benne, hogy a sorozatos kezelések és az orvosoknak a gondoskodás és az a sok szeretet, amit kap az emberektől, ez segíteni fog neki talpra állni mi hamarabb.